Köszöntöm Önöket! Magyarországra látogatott Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, aki szerint el kell kerülni, hogy a harcok és az ellenségeskedés a szentföldi keresztény közösségek eltűnéséhez vezessen. Vendégem Azbay Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára köszöntöm. Jó napot kívánok! Mi a jelentősége ennek a látogatásnak? A látogatás jelentősége egyrészt Pier Battista Pizzaballa jeruzsálemi latin pátriárkának a személyiségéből fakad. Ezt a kicsit archaikus és exotikusan hangzó titulus megnevezést szeretném kibontani, illetve megmagyarázni. A római katolikus egyháznak a Szentföldi főegyház megyéjét hívják latin patriarkátusnak. A Szentföld magába foglalja itt Izraelt, Palesztinát, Jordániát, de még Ciprust is. És tulajdonképpen egy fő egyház megyét vezető püspökről van szó. Csak a Szentföldön és a Közel-Keleten a katolikus egyház is, a római katolikus egyház alkalmazkodott a Közel-Keletnek a vallási hagyományaihoz, ezért az ortodox egyház főközegyházi vezetőköz hasonlóan a latin katolikus egyházi vezetőt is pátriárkának hívják. Ami még fontos, hogy alapvetően keresztények a Szentföldön egyre kisebb száma vannak jelen. Mindössze Izraelben és Palesztinában mindössze 50 ezer keresztény él, ezeknek egy része ortodox, másik része katolikus, és élnek ott protestánsok is, tehát ez kevesebb, mint 2%-át jelenti Izraelnek és Palesztinának. Ami azért valahol egy megdöbbentő és talán szomorú tény, hogy azon a területen, amelyik a kereszténység bölcsője, ahol Jézus Krisztus élt és tanított, ilyen kis számban vannak már csak keresztények. És ezek a keresztények is nagyon nagy lélekszámban vándorolnak el. Valamit, amit talán a beszélgetésünk elején rögtön érdemes tisztázni, hogy Izraelben és Palesztinában, amikor keresztényekkel együtt dolgozunk, nem azért tesszük, mert ott üldöznék őket. Mind a két területen, főleg a Közel-Kelethez mérten vallásszabadság van, nem éri a keresztényeket rendszer szintű vagy rendszeres üldöztetés. Vannak persze disputák, vannak persze incidensek, de a pátriárkának a látogatása, valamint az, hogy Magyarország a Hungary Health Forumon keresztül a jeruzsálemi latin patriárkátussal együtt dolgozik, az nem azért van, mert ők üldözött keresztények lennének. A pátriárkának a látogatásának egyrészt a jelentősége, másrészt az aktuális jelentősége az volt, hogy amellett, hogy természetesen beszámolt a szentföldi keresztény jelenlétnek a jelenéről, a helyzetéről és a kilátásairól, elsősorban a gázai konfliktus okán hozott egy üzenetet. Írta le a helyzetet, és ismertette az álláspontját, ami nem meglepő egy keresztény egyházi vezető részéről, mégpedig azt az álláspontot, hogy a szenvedésnek minél előbb véget kell vetni, el kell érni a békét és az igazságosságot. És amellett, hogy ezeket a gondolatokat, felhívásokat osztja meg a jeruzsálemi latin pátriárka, Pizzaballa pátriárka atya, ő egy nem csak egy hiteles személyiség, hanem a lehető legnagyobb önfeláldozással és áldozatvállalást is felkínálva tesz a szenvedésnek a véget vetéséért, illetve enyhítéséért. Talán a hallgatók is emlékeznek rá, hogy ő volt az, aki miután tavaly október 7-én a Hamas terrorista szervezetnek a terroristái támadást indítottak Izrael ellen, és több száz túszt elraboltak. Ez az egyházi vezető Pizzaballa a pátriárka magát ajánlotta a túszok szabadon bocsátásáért cserébe, tehát vállalta azt, hogy
önkéntesen a Hamas terrorszervezet túszává válik, hogyha az elengedi az ártatlan túszokat. Ez egy nagyon nagy önfeláldozás, nagyon nagy áldozatvállalás, de mind a két fél, vagy hát több fél irányába is folyamatosan a béke üzenetét közvetíti, és konkrét elképzeléseket és felhívásokat tesz, mint egy diplomata, mint egy világi vezető tárgyal azért, hogy a szenvedés az enyhüljön. Mit mondott ő maga, a bíboros? Mi a legfrissebb élmény odakintről? Mi a helyzet szerinte most a Közel-Keleten? Először is beszámolt arról, hogy milyen mértékű válságot okozott a gázai konfliktus. Ugye izraeli oldalon a terroristák azok több mint 1000 embert meggyilkoltak, túszokat hurcoltak el, és ezen kívül pedig ennek a gázai terrorfenyegetettségnek az eredményeképpen az Izraelben élőknek a biztonság érzete az gyengült, és hát főleg a Gáza környékén élőknek folyamatos rettegésben kell élniük. A másik oldalon pedig Izrael háborút indított a terrorszervezetnek a felszámolására a sűrűn lakott gázai övezetben, és ennek a háborúnak, illetve a konfliktusnak az a következménye, hogy nagyon sok az civil emberi életben keletkezett veszteség, sokan halnak meg, sokan veszítik el az otthonukat. A háború az Izrael mindig arra törekszik, hogy leszűkítse és elkerülje a civil áldozatokat, de egyrészt egy sűrűn lakott övezetről van szó, másrészt pedig többször számolnak be arról, hogy a Hamas terrorszervezet az élő pajzsként használja a civil lakosságot. A halottaknak a száma a beszámolók szerint meghaladja a 25 ezer főt. Először az izraeli védelmi erők a Hamas terrorszervezetnek az észak-gázai állásait törekedtek felszámolni. Ez részben sikerült is a pártják a beszámolója, illetve a híradások szerint, de ennek a következtében és az ütközetek következtében az észak-gázai infrastruktúrának a több mint fele a beszámoló szerint az megsérült, illetve megsemmisült. Most a csatározások, illetve a fegyveres összetűzések azok Dél-Gázában folytatódnak. Dél-Gáza volt az az útvonal, ahol humanitárius folyosót biztosítottak a menekülő civil lakosságnak. Ez természetesen a gázai keresztényeket is érinti. Még egyszer, ez nem egy vallási konfliktus, mindenki egyformán szenved. Minden esetre elmondta azt a pátriárka atya, hogy Gázában eleve kevés volt a keresztényeknek a létszáma, mint egy 1000 főről van szó, egy katolikus plébánia és egy ortodox templom, és ők még egy Hamas szélsőségesen iszlamista a szervezetnek az uralma alatt igyekeztek, tehát így nem nagy feltűnést keltve élni a hitéletüket. Most viszont nem kerüli el a háborúnak minden hatása ezt a közösséget is. Arról számolt be pátriárka a atya, hogy a katolikus Szent Család plébánián és az ortodox templomban, konkrétan a templomokban zsúfolódik össze több száz keresztény, mint az egyedüli biztonságosnak vélt helyszíneken, és természetesen a gázai palesztin keresztények, ők kiterjesztik ilyenkor a szolidaritás és a segítséget a velük együtt élő muzulmánokra is, úgyhogy összesen az egyházi komplexumokban és a közvetlen környezetükben a keresztény és a muzulmánokkal együtt 10 000-en vannak, és hosszú ideig semmifajta humanitárius ellátást nem kaptak. Ehhez kérte Magyarország segítségét is, hogy az egyházon keresztül ezeknek az embereknek
gyakorlatilag csapdába esett embereknek az alapvető humanitárius ellátást biztosítani tudják. Ezen kívül persze szó volt a keresztényeknek általában véve a helyzetéről, és fölhívta a figyelmet arra a keresztény jövőt fenyegető tényre, a háborúnak egy másodlagos következményére. A szentföldi keresztényeknek, akik a palesztin területen élnek, két megélhetési forrásuk van. Az egyik a zarándok turizmus, a másik pedig, hogyha át tudnak járni Izraelben, ahol jobbak a munka a lehetőségek. Most mind a két megélhetési forrás tökéletesen elvágta a gázai konfliktus. Ugye lezárások vannak, tehát nem lehet átmenni az izraeli oldalra dolgozni, és zarándokok, turisták pedig nem jönnek. Tehát ez azt jelenti, hogy a gázai konfliktusnak Gázában humanitárius, közvetlen humanitárius hatása van, de a nyugati partoni területen élő keresztények, például a betlehemi keresztények, ahol több tízezer keresztény él a mai napig, az az utolsó, talán ilyen tömb kereszténység azon a környéken, vagy az utolsók egyike, ott pedig azért éheznek a keresztények, mert nincsen bevételi forrásuk, és a tartalékaikat felélték. Tehát két kéréssel fordult Magyarországhoz a Pátriárka Atya, egyrészt a Gázában szenvedőknek az azonnali humanitárius ellátásában, hogy segítsünk, másrészt pedig a Szentföld más vidékein élő keresztényeknek a megélhetés elvesztését kipótló segítséget kért tőlünk. Magyarország hogyan tud segíteni? Azzal, hogy igyekszünk közvetíteni felek között, illetve mi azon az állásponton vagyunk, hogy Izraelnek egy jogos önvédő háborúja van a Hamas terrorszervezet ellen, ugyanakkor mindent meg kell tenni azért, hogy ez a konfliktus ne szélesedjen ki országok és államok közötti háborúvá, mert annak beláthatatlan emberi, humanitárius és biztonságpolitikai következményei lehetnek nem csak a Közel-Keletre, hanem még akár Európára a nézve is. Mi a külpolitikánkban ezt képviseljük következetesen, amit diplomáciai eszközzel meg lehet tenni, mindent megteszünk, hogy ebből a konfliktusból ne legyen államok közötti háború. Ezen kívül pedig a Hungary Helps programnak kifejezett célja a közel-keleti keresztény közösségnek a megsegítése. Ott, ahol üldözik vagy üldözték őket, mint ahogy azt tette Szíriában és Irakban az ISIS, ott ilyen típusú humanitárius segítséget adtunk, de a Szentföldön, ahol nem üldözik a keresztényeket, több éve dolgozunk együtt az egyházakkal azért, hogy a hosszú távú jövőt tudjunk segíteni, megteremteni önmaguk számára. Ezért támogattunk oktatási intézményeket, és ezért támogattuk a szent helyeknek a felújítását, mint például a betlehemi születés bazilikának a felújítását. Egyrészt nagyon fontos vallási helyszín, de volt olyan helyszín is, ahol a zarándok turizmusnak az infrastruktúráját támogattuk. Ezt persze most felülírja az a nagyon akut és sürgető igény, amiről az előbb beszéltem. Ezért a Jeruzsálemi Latin Pátriárkának a látogatása nyomán fölajánlottunk 400 ezer dollár humanitárius, azonnali humanitárius gyorssegélyt, és ezen kívül további támogatást ajánlottunk pontosan a szentföldi keresztény intézményeknek a fenntartására, és olyan vallási helyszínre, olyan nagyon fontos jelentőségű vallási helyszínre, mint amilyen a Jordán folyópartján található a keresztelés bazilikájának a felépítése. A Hungary Helps program egyik fő célja vagy célkitűzése ugye a helyben segítés, de mit lehet üzenni innen akár a Pátriárkán keresztül az ott élő keresztényeknek? Nehéz mit mondani. Nekem személyes élményeim vannak a szentföldi keresztényekkel. Szerintem lelkiekben, meg talán tudásban is az készített föl engem,
hogy egykor majd a Hungary Health programot vezethessem, hogy 2013 és 2017 között Izraelben szolgáltam magyar diplomataként, és így megismerkedhettem, és személyes barátságba, közelségbe kerülhettem szentföldi izraeli és palesztinai keresztényekkel, és látom és megértettem a helyzetüket. Nem üldözik őket a vallásuk miatt, de mégiscsak egy kisebbségnek a részei, és kisebbségként fokozottan szenvedik meg mindazt, amit az izraeli-palesztin szembenállás jelent. Ez az egyik része. A másik része, hogy hagyományosan, kulturálisan a keresztény családokban törekednek arra, hogy minél jobb oktatást biztosítsanak a gyermekeknek, ezért általában véve a keresztények azok magasan képzettek. És emiatt szerte a világban szentföldi keresztényeket tártkarokkal várnak. Tehát egyrészt van egy érthető, kényszerítő erő, ami miatt nehezen látják a jövőjüket, és el akarnak vándorolni, és szerte a világban pedig befogadják őket. Emberileg ez teljes mértékben érthető, viszont ez is vezet ahhoz, hogy lassan eltűnnek a keresztények Jézus Krisztus életének a színteréről, a bibliai értelembe vett szent földről is. Úgyhogy amivel mi foglalkoztunk, és amiben mi segítettük ezeket a közösségeket, azok a területek, amikben továbbra is számíthatnak ránk. És a mi támogatásunknak ez a szolidaritás vállalása az üzenete. Támogatjuk nem csak az oktatási intézményeiknek a megtartását, de támogattunk olyan projekteket is, amikkel talán egyszer meg tudják teremteni saját maguknak is a megélhetésüknek a forrását ebben a nagyon nehéz környezetben. Egy másik fontos szempont viszont, hogy nagyon sok lemondás és áldozatot képesek vállalni ezek az emberek, és a szülőföldjükön maradni, hogyha érzik és tudják azt, hogy nekik ott van helyük. Hogyha érzik és tudják azt, hogy az ő történelmi örökségüket, a gyökereket, amiket a Szentföldre vetettek, azokat megbecsülik, fent tudják tartani, és maradandóak. Ezért kérik tőlünk azt, kérték tőlünk az elmúlt években is, de még most is, amikor nagyon sős humanitárius veszély fenyegeti őket, hogy a keresztény kulturális örökségnek a megőrzését azt támogassuk. Így tettünk például akkor, amikor Jeruzsálem óvárosában található Terra Santa Múzeumnak a kibővítését támogattuk. Ez egy olyan a ferences rendhez tartozó múzeum, ami talán az egyetlen a keresztény emlékeket összegyűjtő, megőrző és kiállító múzeumát, intézményét jelenti Jeruzsálemnek és az egész Szentföldnek. Az egy nagyon tanulságos beszélgetés volt, hogy amikor pátriárka atyával tudtunk beszélgetni, majdnem egy fontosságúnak tekintik a kulturális örökségüknek a megőrzését, mint az életmentő segítségnyújtást. Ez jól mutatja ezeknek az embereknek és a közösségeknek a lelkületét. De van egy másik üzenete, nem feltétlenül a mi üzenetünk a keresztényeknek, hanem a mi üzenetünk a nagyvilágnak, és szűkebb értelembe véve a Közel-Keletnek. Talán az első és leghatározottabb dolog, amit Pizzaballa pátriárka elmondott nekünk, hogy most, amikor azért is jött hozzánk, hogy beszámoljon a válsághelyzetről, az embereknek a szükséghelyzetéről, és támogatást kér, akkor a humanitárius segítséget nem a keresztények számára kérte csak. Tehát nekik teljesen magától értetődő az, hogy bárkit, bármelyik más vallás csoporthoz tartozót akarnak és fognak támogatni. Úgy látja, hogy ez a kereszténységnek és a keresztény egyháznak a Szentföldön a missziója,
hogy az egyetemes emberi szolidaritást és együttérzést azt kiterjessze mindenki másra. Tehát ebben látja az egyház szerepét is. És mi is így teszünk, és ez egy fontos üzenet, mert azért, mert Magyarország elsőként és hiánypótló jelleggel kifejezetten az üldözött keresztényeket választotta a támogatási programjának a célcsoportjának. Szoktak minket téves kritikák érni, hogy személyválogatóak vagyunk. Ez a programunk is együttműködésben a patriarkátussal és egyetértésben a patriarkátussal is azt mutatja, hogy ha keresztényeket támogatunk, akkor azzal mindenkit támogatunk, aki együtt él a keresztényekkel is. A minap posztolta, hogy 2023-ban 365 millióra nőtt a világszerte az üldözött keresztények száma. Ugye ez egy friss jelentésből derül ki, az Open Doors jelentésből. Miből, vagy mire lehet ebből következtetni, mit jelent ez a növekedés egyáltalán, mekkora növekedésről van szó? Azt látjuk, hogy a keresztény üldözés az nemhogy csökkenne, nemhogy stagnálna a világban, de még enyhén emelkedik is. Van egy szervezet, egy keresztény emberi jogvédő szervezet, az a neve, hogy Open Doors. Ők ugyan azt a kutatói módszertant követve minden évben készítenek egy felmérést az üldözött keresztényeknek a helyzetéről, a számáról és a keresztény üldözésnek a típusairól, a folyamatairól. Most a 2023-as évre vonatkozó jelentés az néhány nappal ezelőtt jelent meg, amiből az látszik, hogy 5 millió emberrel emelkedett azoknak az embereknek a száma, tehát egy fél magyarországi lakossággal, akiket a Krisztusba vetett hitük miatt üldöznek a világban. Ezen kívül pedig több mint 10 000-re tehető a regisztrált és feljegyzett templom elleni támadások, tehát keresztény intézmények elleni vandál és más erőszakos támadásoknak a száma. A halálos keresztényüldözés halálos áldozatainak a száma az naponta átlagosan 14, tehát elmondhatjuk azt, hogy átlagosan másfél-két óránként egy embert a világban meggyilkolnak azért, mert Krisztus követő. Riasztó ez a számadat. Riasztó az, hogy talán Magyarországnak és a magyar kiállásnak is köszönhetően egyre nehezebb tagadni a keresztény üldözésnek a tényét. Ennek ellenére nem hatékony fellépés, nemzetközi fellépés nem történik, tehát tovább növekedett az üldözött keresztényeknek a száma. Meg az is riasztó, hogy az országlistán, ahol rangsorolják azokat az országokat, ahol a legveszélyesebb kereszténynek lenni, új országok is megjelennek, olyanok, akikre nem számított volna az ember. Az első három helyen egyébként Észak-Korea van, ahol a kommunista, ateista államhatalom rendszer szinten üldözi a keresztényeket, valamint Szomália és Líbia, ahol jellemzően a szélsőséges dzsihadizmus az, amelyik a keresztényeket veszi a célkeresztjébe. De ilyen meglepő ország Nicaragua. Ez egy latin-amerikai kultúrában katolikus ország, ahol egy politikai rezsim vált egyre bizalmatlanabbá a katolikus egyház felé, és egészen odáig fajult, odáig fokozódott ez a keresztény és egyház ellenesség, hogy például papokat és püspököket bebörtönöztek. Éppen tavaly évvégén jelentettük be egyébként, hogy külön ösztöndi programot indítunk a Nicaraguából menekülő üldözött katolikus keresztényeknek. Tehát ezeket a tendenciákat látjuk, ezzel kell szembenéznünk, és ezzel szembe kell megterveznünk azt, hogy a magunk módján milyen módon járulunk hozzá az üldözött keresztények sorsának a javításához idén 2024-ben is. Mi pedig beszámolunk róla. Az Bétrisztán, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.